A készenléti rendőrség nemzeti nyomozóiroda, nemzetközi bűnözés elleni főosztály Miskolci osztálya tavaly évvégén indított nyomozást egy szolnoki családdal szemben, miután felmerült, hogy drogkereskedéssel foglalkozhatnak. A gyanú beigazolódott, miután több bizonyíték támasztotta alá, hogy Szolnokon rendszeresen adnak el szerhasználóknak a köreikben csak kristályként ismert anyagot. A fogyasztókkal szemben különböző kapitányságokon folynak eljárások. Az indítvány szerint a legidősebb férfi 2022-től kezdődően elfogásáig Szolnokon több szolnoki és környéki települési lakosnak értékesített rendszeresen kábítószert szolnoki lakóházában. Volt olyan vevője, akinek közel 1 kg-nyi kábítószert adott el, továbbá rendelkezett állandó, valamint alkalmi vevőkörrel is. A férfi a kábítószert a lakóházához közeli lakatlan ingatlanban tárolta. Ezen túlmenően a férfi 46 éves testvére két fiával együttműködve értékesített kábítószert Szolnokon. Esetükben is előfordult olyan vevő, akinek egyszerre több mint 1,5 kg kábítószert értékesítettek, emellett Szolnokon egymással együttműködve árulták folyamatosan a kábítószert. A kábítószert a 46 éves férfi 25 éves fia szerezte be, ez ideig ismeretlen forrásból, úgy, hogy azt csomagküldő szolgálat szállította ki neki. Legutoljára 2023. november 7. napján egy 2,8 kg-os csomag érkezett a férfi részére. A beszerzésintéző gyanúsította a kábítószert egy általa erre a célra bérelt szolnoki belvárosi lakásban tartotta. Itt történt a kábítószer átcsomagolása, kimérése, valamint itt tárolták az ehhez szükséges eszközöket is. Hajnalban egyszerre ébresztették mind a 8 elkövetőt. A hozzájuk tartozó lakásokban és épületekben kutatásokat hajtottak végre. Ennek során összesen bruttó 4 kg kábítószert foglaltak le. Ebből 3 zacskónyi anyagot éppen akkor vitt oda egy csomagküldő cég futára, miközben a rendőri intézkedés zajlott. Az ott lakó férfi nem is tagadta, hogy neki érkezett a küldemény. A nyomozók a szolnoki család tagjait, a 46 éves apát, 25 és 21 éves fiait, valamint 48 éves bátyját jelentős mennyiségre elkövetett kábítószer kereskedelemmel gyanúsították meg, majd bűnügyi őrizetbe vették őket, és kezdeményezték letartóztatásukat, amit a bíróság el is rendelt. Az ügyészség indítványa szerint figyelemmel a bűncselekmény kiemelkedő tárgyi súlyára, a kiszabható büntetés nagyságára is a gyanúsítottak. Előéletére a szökéstől, elrejtőzéstől valamennyi gyanúsított esetében tartani lehet. Továbbá a nyomozás jelenlegi szakaszában a bizonyítás megnehezítésének, valamint a bűnismétlésnek a veszélye is fennáll valamennyi gyanúsított vonatkozásában, hiszen ketten közülük büntetett előéletűek, és valamennyien, legalábbis részben a bűncselekmény elkövetéséből tartották fel magukat és családjukat. A bíróság az ügyészség indítványával egyezően 2023. november 8. napján elrendelte mind a 4 gyanúsított letartóztatását a bíróság végzésével szemben, valamennyit gyanúsított és védőik fellebbezést jelentettek be, így a végső döntést a szolnoki törvényszék fogja meghozni. Az NNI vagyonvisszaszerzési hivatal nyomozói vagyonvisszaszerzési eljárás keretében a családtagoktól összesen több mint 130 millió forint értékben foglaltak le és zároltak különböző vagyontárgyakat. Ezek között volt nagyértékű autó, ingatlan, ékszer, elektronikai cikk, pénz, de még kriptovaluta is. Az egyik gyanúsított telefonjának átvizsgálása során ugyanis a nyomozók kriptoeszközök kezelésére alkalmas applikációt találtak. A férfi bitcoin tárolására használt tárcájának gyors elemzése során nyilvánvalóvá vált, hogy azon egy 2 hónapos időintervallumban több tízezer dolláros forgalom zajlott. A kriptoeszközöket a rendőrök úgy foglalták le, hogy az e célra létrehozott hatósági tárcába utalták át.